Sziasztok! Kedden robbant a hír, jön az új LTK, úgyhogy remek alkalom ez, hogy megkeressük a mágus főszerkesztőjét, az LTK szerkesztőjét, Erdélyi Istvánt, Raont, mondja el nekünk, mit kell tudnunk erről a kiadványról, mit jelentenek a kiadványnak a megjelenése, és hogy egyáltalán mi várható ezután. Úgyhogy még itt a videó elején üdvözlöm interjú alanyunkat. Szervusz, Raon! Szervusz, sziasztok! Remélem felkészültél, nagyon sok kérdésünk van, nem csak nekem, hanem a rajongóknak is. Én izgalommal böngésztem a rajongói hozzászólásokat a különböző bejegyzések alatt, úgyhogy összeírtam magamnak, hogy mi az, amit szeretnének tudni mások is. Nekem is vannak kérdéseim, úgyhogy a főcím után kezdünk. A Találkozunk Torozonnál csatorna bemutatja. Miben más az új LTK? Beszélgetés a kötet szerkesztőjével, Raonnal. Itt vagyunk újra, de mielőtt belekezdenénk ebbe a videóba, el kell mondanom, hogy némileg meg vagyok fázva, ez bizonyára érződik a hangomon. Viszont tekinthetjük ezt szimbolikus jelentőségűnek. Ha már egyszer én vagyok ebben a videóban a nép hangja, akkor lehetek reket, mint az a rajongó, aki elég kitartóan követelte, kiabálta, hogy legyen végre LTK újrakiadás. Úgyhogy egy ilyen felvezetés után meg kell kérdeznem Raont, hogy jutott a kiadó végre arra az álláspontra, hogy kihozza az LTK-t? Ugye volt egy kiadói álláspont, amely, ha jól emlékszem, nem pontosan idézem, nagyjából úgy nézett ki, hogy nem adjuk ki az LTK-t, mert bele kellene nyúlni és javítani kellene ahhoz, hogy ez jó legyen, működő legyen. Ez viszont valami iszonyatos mennyiségű munka. Ha viszont változatlanul adjuk ki, akkor ez meg pénzlehúzásnak tűnik. Ehhez képest viszont most itt van egy vadonatúj LTK, gyönyörű, szép, mindenki boldog tőle. Hogy jutottunk el eddig? Van, hát ez szép összetett kérdés volt, igyekszek minden részletére kitérni. Nem véletlen. Onnan kezdeném, hogy a kiadó szempontjából ez már egy nagyon régóta húzódó is, hogy mágus szerepjátékhoz nem sikerült támogatást adni. Rengetegszer elhangzott, de mondjuk el ide is, mert fontos, hogy alapvetően nem a kiadó próbálta megoldani, hanem különböző csapatokat próbált megbízni, vagy csapatokat próbálta megengedni, hogy és megtámogatni, hogy ők fejlesztenek le valamilyen rendszer. A kiadó szerepe ebben a kérdésben az lenne, hogy ha megvan a rendszer, akkor ő kiadja és elkészíti a kiadványt. És igazából ide nem jutottunk el egyszer se, hogy létrejön egy olyan kézirat, amit ki lehet adni. Ugye sokszor felmerült, hogy ha már nem jön létre kézirat, akkor legalább a régi LTK legyen kiadó. És ez azért húzódott idáig, mert mindig voltak projektek folyamban, amelyek hát reményteljesnek tűntek, hogy hátra ebből létrejön egy új mágus szerepjáték. Ugyanakkor egyébként a háttérben azért mindig is volt egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy hallgatólagos megegyezés, hogyha kijön egy mágus szerepjáték, akkor utána az LTK-t, mint gyűjtőkiadást, azt ki lehet adni. Ezzel egyébként nem zárkozott el a kiadó, csak a sorrend nem volt mindegy ebből a szempontból. Itt azért azt látni kell, hogy a mágus szerepjáték nagyon sok embernek nagyon sok mindent jelent, és a rajongók egy jelentős részének a régi klasszikus LTK, nagy lista, KKUK rendszer jelenti a mágust, és semmi más a későbbiekben nem tudott gyökeret venni. Tehát van egy ilyen alaphelyzet, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az LTK után hiába történtek bármiféle rendszerfejlesztések, igazából nem cserélte le a régi klasszikust, nagyjából megdönthetetlen trónja van, és ez valószínűleg így is. És innen nézve annyi változás történt, hogy a 30-es jubileumra mindenképpen szeretünk volna valamilyen ehhez illő kiadványra készülni. Sajnos volt ez a tragikus esemény, Gáspár András halálával és a feleségének halálával is, ami igazából egyértelmű sizette, hogy ezt meg kell tenni, és most meg kell tenni. Így, hogy jótékony célra lehet felhasználni ezt a lehetőséget, így már sokkal könnyebben létre tudott jönni ez a kiadvány. Amit még fontosnak tartok így megjegyezni, hogy
hogy a háttérben azért mentek egyeztetések, hogy milyen kiadvány jelenjen meg pontosan. Megkérdeztünk klubokat, ismertebb embereket, itt most nem érdemes neveket sorolni, mert olyan, mintha védekezés lenne. Egyeztettünk több mágus szerető emberrel, akik szerintünk nagyon elhivatottak, fanatikusak. És ha már jó pár ötlet felmerült, nekünk is voltak, konkrétan nekem is voltak ötleteim, hogy lehetne ezt jól megcsinálni. Igazából egy ilyen legbiztosabb, a legegyértelműbb megoldás született, hogy változatlanul az RTK, változatlan formában az RTK jelenjen meg. Mert hogy a rajongók ezt szeretnék, és hogyha ezt szeretnék, akkor ezt kell tenni. És hogy alapvetően ez vezetett minket idáig. Ez egy hosszú folyamat volt, tehát mondjuk az idei évben már úgy nyár elejétől konkrétan elkezdtünk ezen dolgozni, és az egyeztetések azok már évelejétől elindultak. Köszönöm szépen, ez felvetődött bennem egy másik kérdés ezzel kapcsolatban. Tehát amit elmondtál, azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha az MKK elsőre eléri azt a sikert, amit elérhette, vagy kellett volna, vagy aminek szántátok, akkor gyakorlatilag már az RTK megjelenhetett volna 2 évvel ezelőtt is? Hát ezt nem tudom. Az biztos, hogy ilyen tervem nekem már nagyon régóta megvolt, hogy ha bármilyen szerepjáték jön, akkor utána gyűjtői kiadásként az RTK-t azt mindenképpen ki kell hozni. Ezt az álláspontot évek óta képviseltem a kiadóba. Úgyhogy az én szempontból örülök, hogy most megvalósult. Azt is mondhatnám, hogy sorrendsere történt. Tehát előbb az RTK jön ki, és utána majd egy másik szerepjáték a Mágushoz. És akkor úgy mondtad, hogy nem volt egy pillanatig sem kétséges, hogy az RTK legyen az, ami kijön, mert ez most a leginkább játszott, legnépszerűbb szerepjáték a Mágus rajongók között. Így azért nem fogalmaznék, mert ha bár egyébként én is arra tippeltem, hogy az RTK-nak kell kijönnie, lefutottuk ezt a kört, hogy mi szólnak hozzá a rajongók is. Tényleg fontos volt, hogy nem, mit kitaláljuk, és akkor már pedig az lesz, amit mi akarunk, kérdezzük meg, és akkor nézzük meg, hogy mi a közös keresztmetszet, és itt is ez jött ki, hogy az RTK. Akár azt is mondhatnám, hogy nagyon sok mindenben nem értenek egyet a mágus rajongók, de ebben a legtöbben egyetértettek, hogy az RTK-nak kell kijönnie. Pedig valahol az, hogy így a 30 éves jubileumra mondjuk a KKUK jön ki, mint klasszikus, vagy akár egy ilyen sorozat felvezető, ez is egy logikus lépés lehetett volna, emiatt sem tiltakoztak volna az emberek nagyon. Ez így van, és szólnak mellette. Uh-huh. Én azt mondanám, és ezt is szeretném hangsúlyozni ebben az egész értékelésbe, főleg azoknak, akik egy kicsit elmarasztóan tekintenek erre, hogy miért kell egy ilyen régi rendszert kiadni. Volt egy alkotói elképzelés, volt egy alkotói szándék, törekvés, aminek az RTK volt a vége. Megszületett a KKUK, ugye ott eltelt egy pár év, történtek fejlesztések, átgondolások, és igazából az eredeti alkotók az RTK-val létrehoztak egy picit fejlettebb verziót, egy picit változtattak dolgokon, finom hangoltak, nem menjünk bele a részletekbe, aki ismeri, pontosan tudja, hogy mit változtak benne. Tehát az eredeti alkotók idáig jutottak el. És azért hogyha mi mondjuk úgy döntjük, hogy KKUK, ez olyan, mint a felülbírálnánk az eredeti alkotóknak a törekvését, hogy mi jobban akarjuk tudni, hogy mi az értékesebb a kettő közül. Szerintem ez tiszteletlenség is lett volna, úgyhogy nem. Fel sem merült ilyen szempontból, hogy azért, mert a KKUK volt az első, mi is ahhoz ragaszkodjunk. És a másik rész, hogy az RTK-ról tudni egyébként, hogy messze az volt a legnépszerűbb. Tehát bármilyen felmérés összejött, akár egyébként az eladott példászámokat tekintve is, egyszerűen mellette szóltak az érvek. És ezt hozzáteszem, sok rajongó azt mondta, hogy egyébként az RTK-t úgy használják, hogy a KKUK részt. Tehát, hogy amit az RTK beletett, egy-két opcionális szabály, ugye változások, azokkal ők nem foglalkoznak. Hanem csak mondjuk a számukra szimbolikus jó részével. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy az RTK kiadványt úgy használják sokan, hogy nem 100%-ban használják, hanem csak egy részét. Érdekes. De lépjünk is tovább. Megújul maga az egész RTK, mit jelent ez egészen pontosan, és hogy most fölbontsam ezt a kérdést, grafikai megújulásról beszéljünk először. Hogy fog kinézni, amikor kézbe veszik ezt a kiadványt? Mert még egyelőre nem sokat láttunk belőle, tehát a borító leleplezés, a belső oldalak megmutatása még csak ígéret, de te már biztosan többet láttál, úgyhogy mesélj róla egy kicsit.
Hát ilyenkor jön az, hogy spoilerezni, azért sem érdemes, mert a szubjektív, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak. Szerintem nagyon erős hangulati hatása lesz. Nekem legalábbis nagyon-nagyon ilyen élmény volt vele dolgozni, és most is jelen pillanatban is. A fő változás a színes. Tehát ez önmagában egy olyan körülmény, vagy tényező, egy olyan érzetet kelt, hogy végre olyan kiadványa lesz a Mágus szerepjáték, amit mindig is megérdemelt volna. És hozzáteszem, hogy ez nem jelent az, hogy az eredeti az rossz lett volna, mert imádom Max grafikáit, és azok fekete-fehérben fantasztikusak. Tehát én nem tudom elképzelni az ikonikus képei színesben. Az úgy jó, hogy ő megcsinálta, és annak úgy volt egy nagyon erős hangulata, de azért azóta eltelt rengeteg idő. És hogyha polcról levesszük a szerepjátékokat és megnézzük, hogy azok milyenek, akkor ahhoz azért egy ilyen színes kiadvány sokkal jobban közelít. Szép papíron, egyszerűen jól néz ki, áttekintetőség szempontjából is sokat, sokat változott. És hát a másik része, hogy azért itt akkoriban ez más világ volt, amikor kijött akár a KKOK, akár a ZTK, ugye más volt a piac, a többi játék, más volt a megszokott, az átlagos. Tehát ehhez is közelít ez a mostani megoldás. Ez egy minden tekintetben modern kiadás, és teljes mértékben állja a verseny szerintem bármelyik más polcról levett RPG, külföldi RPG-nkkel. Ez egy fontos szempont, azt gondolom. A másik rész egyébként, ami amellett szólt, hogy itt újra kell tervezni a grafikai részt, hogy nem volt ez egyenletesen megoldva. Tehát aki fellapozza az RTK-t, az láthatja, hogy ott nagyon aránytalanul voltak elosztva a képanyagok az egészben. Tehát az első felében volt a képanyag 90%-a, a második felében pedig nem. Tehát nagyjából a kasztok végéig körülbelül egyenletes volt és jó volt, és onnantól kicsit azt lehet mondani, hogy oda kerültek képek, ahol üres helyet ki kell tölteni. És azért egy grafikai megoldás nem így néz ki teljes körülön. Úgyhogy itt ezért is született az a döntés, akkor legyen úgy megtámogatva a kiadvány, hogy következetesen még legyenek vezetve a grafikai megoldások, hát feltől az összkép az meggyőző lesz. Úgyhogy nagyon izgulom is egyébként, hogy mit fognak szólni hozzá a rajongók, és ezek a betekintők, beleolvasók, ezek eldöntik első körben, hogy kinek mennyire tetszik. Szerencsére, akinek megmutattuk eddig, azért mondom, hogy szerencsére, mert amikor az embernek fontos valami, akkor tényleg várja ő is, hogy mi lesz majd a rajongóknak a meglátása. Akiknek eddig megmutattuk, azok nagyon pozitív benyomásokat mondtak el erről. Na, például nekem is tetszett. Például nekem is. Nem akartam ilyen leleplezni, úgyhogy ezt rád bíztam. Előre mentél egy kicsit megint, és felhoztál azt a témát, amit mindenképp szerettem volna én is megkérdezni, mert rendkívül érdekes volt látni, nekem eszembe sem jutott, hogy Max többször előkerült a rajongói kérdésekben, hogy lesz-e benne Max grafika, megemlékezünk-e róla így is, mert végül is utána gondolva 30 éves jubileum van, ez lehetne egyfajta szép tisztelgés előtte, de megértem azt az álláspontot is, hogy azért nem illendő egy régi fekete-fehér grafikát felszínezni más művész által, és hogy a fekete-fehér képek nem úgy mutatnak egy full színes kiadványban, mint mellett az összes többi, ami meg színes. Van valami terve esetleg arra, hogy Max-ről valamiképpen mégis tudjunk valamit mutatni, mondani? Ide rossz kérdés volt. Igen, itt próbáltam megérteni, mi a kérdés, ha már teljesen egyetértek azzal, amiket elmondtál, hogy ezek fontos dolgok. Az a baj, hogy itt most, ha bármi olyasmit mondok, amiről mi is beszélgetünk, azt sokan úgy vennék, hogy ez már félkész terv, vagy nagy Isten kiadó álláspontja. Én azért nem a kiadó vagyok, hanem csak egy ember vagyok, aki a kiadónál dolgozik, kiadványokat. Óriási különbség. És sajnos olyan a közeg most, hogy sokkal jobb néha nem elmondani dolgokat, mert félreértik, vagy esetleg rossz irányba indul el a diskurzus, és ez egy kényes téma. Most ha azt kell nekünk bizonygatni, hogy ez fontos szerintünk is, az már igen rossz. És ezért nem is érdemes szerintem. És inkább egy másik nézőpontot mondanék, ugye mondtad ezt a színesíteni a Max képeket,
Tehát ez nem illetlenség, hanem nonsens. Tehát azért Maxnek sok tanítványa volt, és azt is lehet mondani, hogy jó páran jól ismerték, dolgoztak el együtt. Picit még tovább is próbáljuk vinni, vagy tovább adni, ugye, amiket ő zseniálisan jól tudott. És azért az ő szakmai állásfoglalásuk az azt gondolom, hogy eléggé nagy súllyal esik alatt egy ilyen keresnek. És hát ilyet nem is lehetne csinálni egyébként, hogy meg grafikáit megváltoztatni, felszínesíteni, stb. A D20-as alapkönyvnél ő volt a művészeti vezető, tehát ha akarta volna, akkor megtette volna a saját munkáival, nem tette meg, okkal nem tette meg egyébként. Ezek úgy fantasztikusak, hogy megcsinálta, ezt tiszteletbe kell tartani. Ez olyan, mintha lenne egy szöveg, és akkor te beleírnád azt, ami szerinted jobb, és úgy jelentetnéd meg, hát ez nem így működik. Mindezzel együtt, ugye ez egy nehéz kérdés, hogy a KKUK az Max grafikai miatt nagyon erős hangulati hatással lett megtámogatva, és ugye az LTK-ban már nem voltak benne ezek a grafikák. Ugye aki emlékszik, hogy mi történt, azt tudja, hogy ennek mi volt az oka. Tehát mivel mi az LTK-ban gondolkodtunk, ebben már eleve nem voltak benne ezek a legjobb Max grafikák. És a színes kiadványban egyébként nem is lehetett megoldani. Megnéztünk egyébként több lehetőséget, és végül arra jutottunk, hogy fontos dolog szerintünk is, hogy Max megkapja a méltó megemlékezést. Nem ebben a kiadványban lehet ezt így megoldani. Ez akkor lenne gond szerintünk, hogyha csak ez egyetlen egy kiadvány lenne, ami mondjuk így a mágus előtt tisztelet. És ennél többet nem szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Mert... Értelek, oké. És azok kedvéért, akik nem tudják, hogy miért nem szerepelt az ETK-ban Max, tudsz pár szót mondani? Hát, ezt mondd el te. Ezt te is ugyanannyira tudhatod, mint én. Akkor nem voltunk, ugye? A kódex szám miatt lehet, hogy megszokkal elindult egy másik irányba? Igen, én úgy tudom, hogy addigra már megtörtént ez a szétválás. És ugye abból tudunk indulni, hogy a Valhalla ráhogy nem tette már be ezeket a dolgokat. Ez is egy érdekes kérdés, hogyha ők nem tették bele, akkor nekünk jogunk lenne felülbírálni, és akkor helyettük bele tenni. Tehát itt azért én azt gondolom, hogy van egy óriási tévedés sokszor így a rajongói oldalon a mágus kapcsán. Ez pedig az, hogy olyan könnyű jobban tudni így 10-20-30 év táblatából. De nem szabad egyébként, ez erkölcsileg etivelőleg megtehető, hogy mi most jobban tudjuk ítélkezünk és megmondjuk innen, hogy akkor mit kell volna csinálni? Szerintem nem szabad, tiszteletlenség. Tehát én azt gondolom, hogy lehet arról beszélgetni, hogy mi hogy volt. Teljesen normális emberi működés, hogy véleményezzünk, ne adjunk, ne kritizálunk dolgokat, ideig rendben van. De ítélkezni, meg jobban tudni, hát egy kicsit álljon meg a menet. Tehát én például azt tudom mondani, hogy számomra ez a tisztelet, ez azt jelenti, hogy miért akarnám leszólni azt, amitől vagyok ilyen. Tehát ha nincs a mágus az életemben, egy másik ember lennék, ez biztos. Tehát ezt kell szerintem értékelni, hogy a mágus nélkül nem ugyanúgy alakult volna egy csomó minden az életemben, vagy akár a fantasztikumhoz való hozzáállásomban. És nekem ez fontosabb, mint az, hogy én most jobban akarom tudni, hogy 97-ben valaki miért így döntött a 62. oldalon. Valószínűség szerint D&D-vel foglalkoznál, és másfajta kalandokat élnél meg. Hát, hogy lehet, hogy science fiction író lennék, és mondom. Ez nem elképzelhető. Igen, jól van. Lépjünk tovább, lapozunk bele a könyvbe. Nézzük meg, hogy milyen szöveggondozást kapott. Ugye ezt nem sokan, illetve van, aki biztosan nem tudja, mit jelent az, hogy teljes körű szöveggondozást kap egy régen megjelent könyv. Miért volt erre szükség egyáltalán? Esetleg mondhatnál konkrét példákat, hogy mi az, amiben különbözni fog az új könyv a régitől? Hát szép narrásészek, de természetesen vágjunk bele, csak így van értelme. Ez a videó ezért készült? Igen. Ugye sokan azt gondolják, hogy ez egy újra nyomás, és kész. De a szöveggondozás, a több szintje van. Az első és legegyértelműbb szint a helyes írás ellenőrzés, az valójában a korrektúra, ami igazából minden kiadónál alapnak kellene, hogy legyen, hogy a lehetőség szerint a leghibamentesebb szöveg jön ki ilyen tekintetben. Itt azért megint csak azt mondanám, hogy a 90-es években nagyon más volt a könyvkiadás Magyarországon, anélkül, hogy bármilyen erős kritikát megfogalmaznék, azért ha bárki levesz egy ilyen könyvet és megnézi,
akkoriban azért könnyebben kijött több hibával, dolog, elütésekkel, stb. Manapság erősebb a szűrés, azt gondolom, és ez jó dolog, tehát ez a rajongóknak is az érdeke lehet, hogy engem rettetesen tud bosszantani egyetlen egy elütés is, tehát hogy sajnos én kiszúrom olvasás közben, és elvesz az élményből. Úgyhogy ez fontos, hogy ez legalább meglegyen, nálunk ez két körbe lemegy a kiadónál, sajnos nincs lehet százszerűs munkát végezni, de nagyon fontos úgymond mentéséget végre hajtani, hogy kiszedünk belőle ezt is, azt is. De valójában nem ez a lényeges része az RTK-nál, hanem egy olyat oldottunk meg, hogy azt mondjuk, hogy változatlan kiadás, tartalmilag, szabályügyileg, de hibajavítást, minimális hibajavítást beletettünk. Ez szó szintű hibajavítás jelent. Tehát mondat szintig már nem mentem el, szó szintig igen. Ez azt jelenti, hogy volt rengeteg olyan tévedés, ami nyilvánvaló tévedés. Tehát le lehetett venni a szövegből, hogy ezek olyan tévedések, hogy a természetes anyagok mágiája az négy néven szerepelt a szövegben. Természeti anyag mágiája, természeti anyagi mágia, stb. Tehát, hogy ilyen típus elütések, ezek ki lettek javítva. Voltak hivatkozások a szövegben, amik nem létező fejezetekre hivatkoztak, mert valószínűleg megváltozott a fejezet címe. Tehát ilyenkor, amikor egyértelműen szövegszinten olyan tévedések voltak, amik egyértelműen azonosítottak és egy-két szó, ezeket kijavítottuk. És gyakorlatilag ez szöveggondozás. Ez nem lépte túl ezt a keretet. Voltak olyan kifejezések, amik meg lehettek változtatva a KKUK-hoz képest, és némelyik benne maradt. Tehát egy kedvenc példám, nem tudom mennyire tudják az emberek, hogy a KKUK-ban őristenek voltak. Ez ugye még az ős időkbeli mágus hagyomány. Kicsit AD&D-s hatású azért. És ezt az RTK-ban kiszedték, kivéve azt a pár helyen, ahol nem. És akkor onnan én kiszedtem, mert hogy az alkotóknak az volt a szándék, hogy ez legyen kiszedve, csak pár helyen véletlen benne van. Én ezért mondtam azt, hogy az alkotói szándékat tiszteletben tartva nyúltam bele. És ahol egyébként nem lehetett egyáltalán eldönteni, hogy mi volt az alkotói szándék, ott úgy hagytam. Még akkor is, hogyha jegyzeteltem pár dolgot, hogy érdemes lenne hozzányúlni, de nem változtattunk így. A másik rész, ami igazából a szerepjátékot érinti, ezt tisztázásnak hívnám. Itt egységesítésekről beszélünk. Nyilván itt is a hibajavítás, mert amikor más szám szerepel a varázslat szövegében, mint mondjuk az adatoknál, akkor ezt javítani kell, az egy elütés. Vagy mondjuk a hátsó táblázatokban más számban, mint ami a varázslat leírásában. Van egy pár ilyen, ezeket megoldottuk. De az egységesítés fontosabb része az, hogy rengeteg kifejezés, ami játéktechnikai kifejezés, nem egységes formátumban szerepelt a szövegben. Tehát a varázslatoknál MP vagy manapont, most mikor hogy volt kiírva, ugye más volt a statoknak a felsorolása, a sorrendje. Uh-huh. Ilyen típusú egységesítés történt, hogy ez úgy egy tiszta, letisztult képet adjon, tudni ezen ki. És hát ebből rengeteg volt. Tehát ez lehet, hogy csak szakmabeliek tudhatják, de egy külföldi fordításon már terminológiát kell írni, hogy egyeztessük, hogy milyen kifejezések, mi a magyar fordítás. Én ehhez is írtam. Tehát egy magyar játékhoz írtam egy magyar terminológiát, hogy egyértelmű legyen, mert például a manapont, ez többféleképpen szerepelt a szövegben. Kisbetű, nagybetű, kötőjel, szó közül, bárhogy, és akkor így megoldottuk, hogy egyféleképpen szerepeljen. Ilyen típusú javításokból volt sok. Szerintünk egyébként ettől szebb és tisztább lett a szöveg, semmi nem változott, egyszerűen kapott egy olyan támogatást a szöveg, amit abszolút megérdemel, mert így kerekebb. És nagyságrendileg ez mennyi munkát jelent mondjuk tőled? Mert mi ugye láttuk azt, hogy ki kimaradozol a mágus Mission Impossible regényíró kihívásból. Azt is látjuk, hogy bár meg volt ígérve, a főképp most már a te projekted, a Szindikátus magazin második száma sem készül olyan sebességgel. Szóval ez az oka annak, hogy ilyen sok munkát igényelt az ETK? Egyébként igen. És gondolkozok, hogy javítsak-e bármit abban, amit mondtál, de nem érdemes, mert a dolgok tényszerűsége mindig az, hogy valami elkészül, vagy nem készül el, és senkit nem érdekel a magyarázat. Úgyhogy én is ebből így tudok ki, hogy lehet engem sem érdekelne, ha nézném ezt a videót. És igen, itt az RTK-ra koncentráltam 110%-osan, és minden más sérre kellett tenni.
És egyébként ezt ki lehet jelenteni, hogy én sejtettem, hogy sok munka lesz, rákészültem, és ahogy mentem bele a szövegbe, rendre kiderült, hogy még több és még több. Tehát ez körülbelül így a szöveg 31%-ára derült ki, hogy nem tudom, ötször akkor, amit gondoltam. Tehát ez egy pár hónap kijött az életemből, de ebből a szempontból tiszta a lelkismeretem, hogy megértem, mert a szövegbe került a figyelem. Úgyhogy a regény kívásra válaszolva, igen, azt fájlaltam, és jó pár szó volt a helyzetben, szívesen írnám, de ez most fontosabb volt egyértelműen, nem szabadott megosztani az energiákat. Senki sem vitatkozik ezzel, szerintem. Ha kijön az LTK, akkor megbocsátjuk, elfelejtjük, hogy egy pár hónappal később jön ki majd a regényed, mondjuk készül a kéziratot. Na most viszont az LTK ugye egy, hát nem egy mai könyv, és az elmúlt időszakban azért nagyon sokan nekiálltak már javítgatni. Nem könnyítette volna meg a munkádat az, ha valamilyen formában mondjuk a rajongókat, azokat, akik ezzel folyamatosan foglalkoznak, és esetleg van egy olyan könyvük, ami tele van már javításokkal, őket bevonni ebbe a munkába? Na, azt mondom, fogjuk meg. Volt egyébként ilyen, ez a válasz. Tehát, hogy a válasz az, hogy igen, megkönnyítette, és vannak is, akik segítettek. Innen is köszönöm neki, óriási tisztelettel és abszolút hálással. Mert nagyon hasznos észrevételeket tettek, és nagyon fontos hozzájárulások volt ez az egészhez. Lehet erről nem is érdemes többet elmondani, mert most nagyon elkezdtem fejtegetni, miket és hogyan ellenőriztünk, és most marad benne egy pár hiba, ez mindig egy örök félelem egyébként bármilyen könyvkiadási szakembernek, hogy tök jó, hogy rengeteget dolgoztunk és sokkal jobb lett. Na de hogyha marad benne két hiba, az biztos, hogy a rajongók azonban szakadni fognak, én is azt tenném. És onnantól kezdve nem érdekel senkit, hogy mennyi dolog lett megoldva. Ez a mai helyzet, úgy általában. Hogyan kérdezze meg? Többször felmerült magának a kiadványnak az ára. 22.500 forint, mivel jótékony célra megy, természetesen érthető okokból nincs rajta akció. Mennyire borsos ez az ár szerinted, vagy teljes mértékben tükrözi azt az értéket és munkamennyiséget, ami ebben a könyvben van? Hát itt valószínűleg megint az a helyzet, hogy máshogy látszik ez vásárlói szempontból, mint kiadói szempontból, és sajnos teljesen érthető a mai a világban. Mi kiadói oldalról nem tekintettük ezt másképp, mint az összes többi szerepjátékunkat, ez csak beállt a sorba. Ez egy színes kiadvány, egy elég vaskos kiadvány lesz a maga 480 körüli oldalszámával, kemény táblás, és az ilyen típusú kiadványnak van egy elég magas gyártási költsége. Próbáltuk a lehetőleg kedvezőbbre kihozni. Egyébként ezt meg is érezték többé, hogy miért nem 25 ezerben a szerep? Hát azért, mert így azért mégis csak valamennyivel olcsóbbra van beárazva. Abszolút megértek mindenkit, aki azt mondja, hogy ez borsos ár, és hogy drága, de hát most 5-6 ezer forint egy könyv, az is elképesztően sok, tehát nem szabad be ilyennek lennie, de sajnos így alakult a világ, a helyzet. És szerintünk egy színes kiadványért, egy jogrémi kiadványért, ez igazából még azt is mondhatnánk, hogy kedvező ár. Semmiképpen sem mondanám, ezt irányosan magasra. Alapvetően úgy terveztem, hogy majd ide ehhez a részhez bevágom azt az inflációs mémet, hogy 15%, hát 30-nak látszol cula. Egyébként, hogy nagyjából illusztráljam azt, hogy az elmúlt másfél-két évben folyamatosan sokkolódtam az emelkedő könyvárak láttán, de ugyanígy sokkolódtam, amikor bementem a boltba, és ugyanazon a pénzben egyre kevesebb áruval tudtam kijönni. Úgyhogy abszolút nem csodálkoztam, hogy ez egy ilyen vaskos kiadvány 22.500 forintba kerül. Sajnos a realitás szerintem, amivel szembe kell nézni mindenkinek, aki gyűjti, szereti, vásárolja, játssza ezeket a szerepjátékokat. Meg valaki kérdezték, hogy miért nem adjuk ki Fekete-Fehér, hogy olcsóbb legyen. Hát ebben azt jelenti, hogy 17 ezer lenne. Most olyan, tehát hogy azzal jobban. Értelek. De amúgy is éppen a jubileum jellege miatt van ennek egyfajta ünnepi köntöse, nem? Reméljük. Egyébként igen. Nem is gondolkodtatok, akkor ezek szerint olcsóbb megoldások van?
eleve az volt a cél, hogy ez mindenképpen igazodjon a most már ilyen európai vagy világ normákhoz. Bocsánat, itt akkor a kérdés megközelítése más, mint amilyen mi gondolkodtunk, ugye ez jótékony célra megy. Tehát most, hogyha bármilyen csökkentésre gondolkodunk, akkor a jótékony gyűjtés csökkentésre gondolkodnánk. Tehát, hogy nem, ilyen nem. Értem. Nem merül fel. Viszont ez ugye gyakorlatilag előrendelésben kapható csak, és tovább nyomás nem várható ebből a könyvből, ha jól értettem. Igen. Miért nem lehetett mondjuk portfólióban tartani ezt a könyvet? Miért nem lehetett jóval többet nyomni? Ennek eleve ez az exkluzív jellegét erősíti az, hogy csak és csak most kapható? Ez is lehet egy szempont, de nem ez volt a cél, hogy azért csináltuk, hogy még exkluzívabb legyen. Ez megint csak olyasmi, amiről sokszor beszéltünk már, hogy szerintünk egyébként, ha polcon tartunk egy játékot, az azt jelenti, hogy abban gondolkodunk, azt fogjuk fejleszteni, azt viszünk tovább. Az más jelent egyébként egy polcon tartott kiadvány. És mi azt gondoljuk, hogy ez a mágus játéka, ez egy fantasztikusan nagy hatású játék, és tényleg minden pozitívot megérdemel, de a mágus szerepjáték igenis megérdemelne egy új rendszert, amit vinnénk tovább, fejlesztenénk tovább. És valójában egyébként ezért is nem jelent meg ez a kiadvány az elmúlt X évben, mert nem ebben gondolkodik a kiadó. Itt annyiban egy szerencsés helyzet állt elő, amit én már régóta így gondolok, hogy ezt így szerencsés megcsinálni, hogy mivel kijött ez a kiadvány, ezért arra van lehetőség, hogyha lesz egy új rendszer, és ahhoz készülnek kiegészítők, akkor abban a kiegészítők belekerülnek az RTK szerinti megközelítések, szabályok is. Tehát, hogy így lehet tovább vinni a támogatását, nem kell elengedni a kezét, szerintük ez fontos. De alapvetően nem abban gondolkodunk, hogy mostantól akkor a mágus szerepjáték az RTK-n. Hanem szerintünk van még lehetőség más rendszert kifejleszteni, megoldani, és akkor párhuzamosan vinni tovább a kettőt, és olyan gók majd eldöntik, hogy melyiket játsszák szívesen, melyikkel foglalkoznak. Értem. És sokan úgy gondolják, ezt láttam én is egyébként sok helyen, és ezért lenne érdemes, szerintem többen kell menni ezekre a rendezvényekre, hogy mondjuk megkérdezzék Robit, mert ő nagyon jól el tudja mondani, hogy ezt miért így gondolja, és tizen akárhányére ismerem, és tényleg így gondolja, következetesen így csinálja. Az első pillanatok ezzel ezt mondta, hogy a mágusban az a fantasztikus, hogy elképesztően színes. Tényleg, tehát, hogy rendkívül sokféle ízlésű embert a mágus brand be tudott vonzani. Ez egy tök jó dolog. Akkor miért kellene, hogy csak egy szerepjáték rendszer legyen a mágus? Ezt igazából egy picit nem is értjük, hogy miért kell így látni ezt a dolgot. Teljes mértékben megfelelt ezt, hogyha több rendszer jön ki a mágushoz. Persze fontos, hogy ezek ne konkuráljanak, meg mondjuk ne elvigyék a rajongót, ne szétforgássák a rajongókat, hanem egy irányba próbálják összefogni a dolgokat. Én azt gondolom, hogy elég hányított sorsan a mágus szerepjátéknak, és valójában ez a mindegyik rendszer jobban akarta tudni, mint az előző, és na majd én most megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Ez a fajta a tényező, ami előállította ezt a helyzetet. És szerintem ezen kell változtatni, hogy ez az érzet szűnjön meg, hogy itt nem akarja senki eltörölni az etikát, hogy meg nem történíteni, vagy jobban tudni nála. Szerintem ez sokan félreérték, hogy egy új játék az abban gondolkodik, hogy mondjuk az RTK rajongóit elszívkázza, és akkor építsen egy új tábor, de nem. Én mindig is azt hangsúlyoztam az MKK kapcsán például, és az MKK helyett bármilyen más szót be lehet helyettesíteni, ami egy másik rendszer, hogy itt a mágus szerepjátéknál egy fontos dolog, a legfontosabb dolog az, hogy milyen élményeket tud nyújtani. És hogyha van egy másik rendszer, hogy más élményeket tud nyújtani, akkor hajrá, akkor annak létjogosultsága van. Aztán majd a játékos eldönti, hogy milyen élményeket szeretne megélni. Remek. Akkor szögezzük le, hogy igazából az RTK újbóli megjelenése nem befolyásolja az MKK fejlesztését vagy megjelenését. Várhatjuk, hogy majd akkor érkezik egy újabb rendszer. A történések után azért nem fogalmazzék így.
vagy várható. És talán érthető, hogy nem. És az biztos, hogy én rajta vagyok, és csinálni fogom. Aztán majd kiderül, hogy ez mi elég. És hogyha mondjuk úgy alakul, hogy nem az MKK, akkor másik rendszer. Akár másik rendszer. Konkrétan tudok egyébként másik fejlesztésről, ami folyik. Többről is egyébként. Van olyan, amiben még be is segítek. Anyagokkal, bármilyen beszélgetéssel. Mert még egyszer mondom, szerintem ez a kizárólagosság az, ami egyébként rossz lenne, ha így lenne. Mert sokan félre is értik, mert azt gondolják, hogy... És hadd fogalmazom át, amit mondtál, hogyha lesz bármilyen másik rendszer, ami lehet, hogy az MKK lesz, akkor igen, azt viszünk tovább, és akkor emellett, ahogy mondtam korábban, az NTK támogatást is meg lehet oldani. Ez igazából kézenfekvő lehetőség, és tudom, hogy ez kicsit ma is, meg idealista, de alapvetően mégiscsak ezzel mondjuk a legkerekebb dolog, a legszebb jövő a mágus kapcsán, hogyha ebből is megjelenik, abból is megjelenik. Uh-huh. Vannak kiadványok, kicsit jobban pörög az egész, és a rajongók választhatnak, hogy mit szeretnének játszani. Ugye akkora hiány termelődött fel az elmúlt évtizedben, hogy akkora űr keletkezett, hogy ezt... Én nem tudom elképzelni, hogy mi lenne az a kiadvány szám, amikor meg kellene állni, hogy most már elég. Nagyon sok mindent meg kellene jelentetni, mert szükséges. Akár azt is mondhatnám, hogy ha bármi elindul egy új rendszer, akkor évekig arról szólna a történet, hogy még mindig ezt a hiányt pótoljuk, ezt az űrt próbáljuk betölteni. És akkor kialakul egyfajta egyensúly állapot, akkor onnantól derül ki minden, hogy egyáltalán ez mi elég. Értelek. Említettél fejlesztés alatt álló mágus rendszereket. Ezek már publikusak, vagy még háttérben vannak? Háttérben, és egyébként mindenkire rá van bízva, hogy ő mit csinál. Hadd fogalmazok egy kicsit önironikusan, aki látta az MKK-s történéseket, és okos, az a háttérben is maradt, amíg úgy nem látja, hogy érdemes előlépnie. Uh-huh. Ez teljes mértékben rá van bízva arra, aki ennek alkalmazta. Értelek. Ha nem is mondhatsz konkrét számokat, talán még nagyságrendet sem, de így most, hogy pénteken beszélgetünk egy keddi előrendelés indulása után, nagyjából látszik, hogy sikeres ez az ETK megjelenés, tehát sokan érdeklődnek iránta? Konkrét számokat egyébként én sem tudok, de egyébként valóban nem mondhatnék. Viszont sikeres, tehát látszik az aktivitásból, hogy már az első felítéstől kezdve nagyon sokakhoz eljutott a hír, és sokan örültek neki. És ennek örülünk, és egyébként mindenkinek köszönjük, mert erről sokat beszéltünk, hogy jótékony rész nem akarjuk túlhangsúlyozni, mert lehetséges, hogy nem a mai világban nem venné jól ki magát, de szerintem ez fontos itt elmondani, hogy külön ezért örülünk ennek, hogy sikeres. Tehát valójában nem a kiadvány sikeres, hanem ez az ügy sikeres, és ez jó, ez fontos. Szépen hangzik. És ha teszem azt, ez felvezeti nagyjából az utolsó kérdésemet, és ha teszem azt, ez egy őrülten sikeres kiadvány lesz, tehát tisztán és erőteljesen látszik a rajongói igény, akkor lehet ennek elképzelhető, hogy lesz valamiképpen folytatása? Mert azért vannak még mágus kiadványok, amiket szívesen látnának a polcon a rajongók. Hát, igen, szép kérdés. Nem szálltam. Úgy kezdtem neki az interjúnak, hogy nem fogom azt mondani, hogy jó kérdés. Így, régi hagyományok szellemében hát, ha sikerül megállni, de nem tudtam megállni. Azért nem adhatok erre teljes körű választ, mert egyébként nem az én tisztem. Tehát ez a kiadó tiszte erről előnyilatkozni. De, és ugye ez a mostani történet abszolút nem arról szól, hogy sikeres vagy nem sikeres. Viszont a tény, hogy ha ebből az egészből egy jó dolog születik úgy, hogy lehet látni, hogy a rajongók örülnek, és egy kicsit egyébként a mágus is pozitív hatást tud gyakorolni, hogy végre valami egy picit jobb irányba indult el, biztos vagyok benne, hogy ez generálhat további pozitív folyamatokat. És szerintem ezt ennél pontosabban nem is érdemes megfogalmazni most. Akkor úgy kérdezem, te szívesen foglalkoznál még további
retro mágus RPG kiadványokkal? Persze. Sőt, hát ez nem kérdés. Eleve foglalkozok most is egyébként, úgyhogy az én szempontomból ez szinte szeretett munka, így tudom mondani. Értelek. Akkor két gyors kérdéssel fejezzük be ezt az interjút. Az első, hogy az MKK él, MKK lesz, dolgozol rajta, várhatjuk jövőre vagy utána, vagy sem? Hát ez megint sok kérdés egyszerre. Az MKK nem él, ez nyilvánvaló, mert hogy jó ideje nem történt vele semmi. És el is kezdek ezzel kapcsolatban egy cikksorozatot, amiben igazából a legfontosabb dolgokat összeszedem, hogy kirakadva legyen téve. Ki lehet jelenteni, az MKK narratív az meghalt, és ezt a projektet ezt kukáztuk. Ez egy fontos dolog, mert eddig nem hangzott el. És tovább dolgozunk, változott összeállításban, és akár azt is lehet mondani, hogy teljesen más a keretrendszerben. Én MKK-nak hívom, nem biztos, hogy érdemes lesz majd annak hívni. Így ezt a nevet én találtam ki, és a kalandozók krónikái szerintem is fontos. Fontos rész, úgyhogy én ezért ragaszkodok hozzá. Úgyhogy a kérdés másik felé a válasz, hogy igen, én tovább dolgozom, és elő fog rukkolni egy új, teljesen új megoldással. Aztán majd kiderül, hogy a rajongók mit szólnak hozzá. Remekül hangzik. Akkor az utolsó kérdésem pedig a megjelenés tükrében. Te úgy látod, hogy most ezzel az új RTK-val elindul a mágus aranykora? Nagyon ügyesen felteszed azt a kérdést. Egyébként az én akire sartam, szép volt. Ugyanis én nagyon szeretném, na, rég volt-e. Tehát ez, te is tudod, hogy jó páran vagyunk, akik elég sokféle módon próbálgattuk már ezt előidézni, ezt a helyzetet, hogy hátha most megvalósul. Úgyhogy szokták ezt mondani, tehát én erről nem tudok elfogulatlanul nyilatkozni. Nem is akarok. Inkább a testmértékben beleviszom az érzelmi és motivációs részét. Én nagyon bízok abban, hogy ez segít abban, hogy átlendüljön jó pár ember jó pár holponton, és elítüljön a mágus egy jóféle irányba. Azért vannak biztató jelek, de temérdek munka van még által, ezt te is tudok. Abszolút. Dolgozunk, tesszük a dolgunkat, hogy a haza fényre derüljön, ugye? Mondhatni. Rendben van. Erdély István Raonnak nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Szerintem egy kicsit sikerült rávilágítani arra, hogy mit várhatunk ettől az új RTK kiadástól, illetőleg bele pillantottunk a jövőbe is. Én izgalommal várom, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget. Mindenkinek a legjobbakat. Köszönjük Patreon támogatóinknak a bizalmat, és mindenki másnak is, hogy itt vagytok, hogy együtt kalandozunk. Lájkoljatok, ha tetszik, iratkozzatok fel. És ha már lementek az első partik az új szabálykönyv felett, hát nos, eljöjjön az ideje az ünneplésnek is. Találkozunk Torozonnál. Sziasztok!